Az elmúlt években ott nagy mértékben átalakult a Kolozsvár közterei. Itt előbb vagy utóbb módosítanunk kell ezt a 2002-es határozatunkat, mert a köztereinknek az közterek átalakításának az egyik célja az volt, hogy különböző kulturális rendezvényeknek teret biztosítsa. Sörfesztivál viszont nem kulturális rendezvény. Sörfesztivál nem, de viszont a koncertsorozat az igen. És már a tavaly felmerült ez a kérdés itt a Magyar Napok kapcsán, vagy az Erdélyi Filmfesztivál kapcsán, hogy ezt most hogy tudjuk megoldani. Tavaly abban maradtunk, hogy ezt sürgősen intézkednünk kell, és meg kell oldanunk. Időközben, mikor arról beszélek, hogy módosultak a köztereink, módosult például a sportcsarnok előtti tér, amely fizetős parkolóvá alakítottuk át, és ott parkolnak a nehéz gépjárművek, illetve a buszok. Tehát oda már nem lehet ilyen jellegű népünnepélyeket szervezni. Nem igazán lehet, mert az az egyedüli olyan területünk, közterületünk, ahol parkolni tudnak a buszok, nehéz gépjárművek, és ilyen bérleti rendszerbe van kiadva. Úgyhogy ebben a pillanatban elég nehéz erre egy tisztességes választ adni. Főleg abból kiindulva, hogy meg kell nagyon komolyan fontolnunk azt, hogy hogyan használjuk a főterünket, és azt a szempontot is figyelembe kell vegyük, hogy az idén is egy jóval gazdagabb programmal szeretnénk a kolozsvári Magyar Napokat lebonyolítani, ahol a főtérnek egy nagyon jelentős szerepe lesz. Könnyű zenével, jazzzel, száztagú cigány zenekarral, vagy szimfonikus hangversennyel, mert minden nap valamilyen más és más téma lesz a főtéren, és mi is keressük erre a megoldást. Nincs ebben a pillanatban hasonló méretű közterületünk, ahol hasonló rendezvényeknek szintet biztosíthatunk. Egyrészt a Magyar Napokon nem voltak, és idén se lesznek sörsátrak. Itt inkább azzal van a gond. Itt most az idei év alkalmával, úgy a Városnapokon, mint a filmfesztivál alkalmával, a főtámogató az egyik sörgyártó volt, helyi sörgyártó. És végül a szervezők engedtek a kérésüknek, hogy jelen legyenek ezeken a rendezvényeken. A Magyar Napok esetében a tárgyalások folynak ilyen irányba, de nem olyan irányba, hogy a gyalogos utcáinkat népesítsük be a sörgyártónak a sátraival. És akkor nem és a főtéren. A főteret használjuk erre a cél. De akkor ilyen vonatkozásban érvén lehet ennek a tanácsi határozatnak szerezni, hogy sörsátrak ne legyenek a főtéren, lám a Magyar Napokkor mi sem oda helyezzük ezeket el. Így van, azzal a különbséggel, hogy ezeken a gyalogos utcákon, gondolok a Virág utca, Fogoly utca, és ezekben a térségekben különböző rendezvények lesznek. Tehát ott lesz egy civil falu, állandó rendezvényekkel, ami oda fogja vonzani az embereket. Jelen esetben egy szombat-vasárnapi koncertsorozat készülődik itt a városban. Amikor átalakították a főteret, ön arra gondolt, vagy gondolt arra, hogy itt nagy népünnepé és sörsátrak is lesznek, vagy ez úgy másképp alakult? Nem, a cél az volt, hogy különböző méretű közterületeket hozzunk létre, amelyeket összekössünk gyalogos utcákkal, hogy mindenféle fajta és méretű rendezvényeknek teret tudjunk biztosítani. Így alakultak ki a főtér, a Mátyás szülőháza előtti kistér, a Karolina tér, most dolgozunk az őket összekötő utcáknak a gyalogos utcákká történő átalakítására. Én nagyon remélem azt, hogy most elkezdtük lezárni péntek estétől vasárnap estig a főtér irányába tartó utcákat, és azt is átadjuk a bicikliseknek, görkorcsolyázóknak, gyalogosoknak, hogy kezdjük el rászoktatni az embereket, hogy
hétvégén legalább adjuk át az elvagyósoknak ezeket a területeket. Lévén, hogy aztán nem is lesz lezárva végül se a nyugati rész, se a keleti rész, és ott továbbra is, azért, ahogy azért, szerepelt a tervekben. Azért, hogy tudjuk aztán folyamatosan életbe léptetni ezt a tervet, hogy jussunk el a gyalogos részsel egész az épületek faláig, alakítsuk ki azt a zöld területet és azt a zöld sávot. Itt nem közlekedési zöld sávra gondolok, hanem a fákat kell ültetnünk azokra a helyekre, a keleti oldalon, oda, ahol most parkolóhelyek működnek, a nyugati oldalon pedig oda, ahol a taxisok állnak. Azért, hogy kialakítsuk azt a lugast a tér két oldalán, amit használhatunk majd, és árnyékot biztosít. Egyébként egy sivár közterületen. Ami a térhasználatot illeti, azt vesszük észre, és örömmel tapasztalom azt, hogy a főtér ismét egy találkahelyé, egy szocializálódási helyé alakult vissza. Örömmel tapasztalom, hogy a nap szinte minden órájában rengeteg ember van a főtéren. Kiderült az is, hogy nem elég a szülőhely. Azt is el kell mondanom, hogy véleményt kértünk a Műemlékvédelmi Hivataltól is, hogy hogyan tudjuk megoldani azt, hogy védjük a Mátyás szoborcsoportot. Milyen megoldások kínálkoznak erre, hogy a nagy népünnepiek alkalmával nem ásszanak fel a szoborra? A népünnepiek alkalmával itt azt megoldottuk olyan szempontból, hogy körbevesszük ezekkel a rácsokkal. Mikor a városnapok indultak, akkor kiderült, hogy nincs elég ilyen rácsunk, tehát azzal, hogy lezártuk a környező utcákat, felhasználásra kerültek a saját rácsaink. Csak van ilyen szalaggal. És akkor úgy oldottuk meg, hogy helyenként voltak ezek a rácsok, és az szalaggal volt körülvéve. Hosszabb távon esetleg. Átnéztük azokat a megoldásokat, amelyek az elmúlt században időnként változtak, 30-as években úgy oldották ezt meg, hogy körbe volt éve a szoborcsoport egy padokkal, úgyhogy a hátánál az a szobor felé nézett. Volt olyan időszak, amikor lánc volt, volt olyan időszak, amikor magas növényzettel volt körülvéve a szoborcsoport. Hát, hogy kaktuszokat kell oda tenni, hogy nem ásszanak fel. Viszont most már mosolyognom kell, főleg évzárás körüli időszakban, meg ballagási időszakban, amikor többször kaptam olyan jelzést, hogy gyerekek vannak a szobron, és kiderült, hogy az egyik nagy nevű iskolánknak a végzős osztálya fényképezkedett a Mátyás szobor előtt. Ilyen is volt. Felmásztak a talapzat környékére is, vagy csak? Nem, a füves részre, és úgy állt fel az osztály, hogy különböző milyen lépcsősen álltak fel oda, de három bejelentés érkezett néhány perc alatt, hogy ismét tele van gyerekekkel a szoborcsoport. Voltak olyan esetek, és vannak olyan esetek, amikor lásd a Fagylalt Fesztivál alkalmával, amikor elég erőesen rá kellett szólni fiatalokra, idősebbekre, mert felmásztak a szobornak az alsó szintjeire, de ezért vannak ott a kollégáink, hogy végezzék a dolgot. Még egy szempont, hogy egyensúlytalanság tapasztalható a főtéren szervezett és a Bocskai Ávrám Jánkó téren szervezett rendezvények között. Ott annak idején Bartolomé Anania volt ortodox érsek, azt mondta, hogy többet ide ilyen nagy rendezvényeket ne szervezzenek, és minden áttevődött a főtérre, hogy ne zavarják az ortodox katedrálisban zajló miséket. Na most a katolikus egyházzal történt egyeztetés, hogy tehát őket ne zavarjuk? Az egyházzal történt, és folyamatos az egyeztetés. Tudni kell azt, hogy a főgondnok úr az Boros János, és épp az elmúlt napokban is erről egyeztetett itt a szervező kollégákkal, hogy mikor vannak a misék, mikor van a vecsernye, mennyi ideig tart, hogy elkerüljük ezeket a kellemetlen helyzeteket. Másfelől pedig én nagyon remélem, hogy lesznek még ilyen nagy rendezvények a Bocskai téren is, hogy tehermentesítsük a főteret.
Az egyik tapasztalatunk az, hogy nagyon megterheltük a belvárost az ilyen rendezvényekkel most május végén, illetve a június hónapban. Megpróbáljuk ezt majd valahogy úgy átszervezni, havonta egy nagy rendezvényért több ne legyen, mert azért megelégelték a belvárosban lakók az ilyen szerű rendezvényeket. Most hála Istennek, hogyha ez lezajlik, akkor lesz egy szinte két hónapos szünet, másfél hónapos szünet. És a következő rendezvény az augusztus 15-ével indul a kolozsvári magyar napok, ahol minden este 8 órától lesz valamilyen kulturális produkció. Lesz könnyű zene, lesz jazz, lesz komoly zene, lesz népzene, és megpróbálunk egy olyan programot összeállítani, ami tulajdonképpen mindenkinek az igényeit kielégítheti, vagy a nagy többségnek az igényeit, de nem úgy, hogy a főtér lesz a központi helyszín. A napközben a különböző programok azok a sétáló utcák, Mátyás szülőháza, Mátyás király utca, Karolina téren fognak zajlani, illetve a különböző múzeumokba és kiállító termekbe. Még nem húztuk meg a vonalat, de információim szerint több mint 200 kulturális rendezvény zajlik ebben az időszakban a város különböző pontjain, és ezzel párhuzamosan pedig esténként 8 óra után pedig a főtér lesz a helyszín ezeknek a nagyobb rendezvények.